Hétfőn a magyar írásbeli vizsgával vette kezdetét az érettségi időszak. A végzős diákok hónapok óta készültek eddigi legnagyobb megmérettetésükre. Ezt segítették elhivatottan tanáraik is, akiknek az is dolguk volt, hogy az oktatás körüli feszültségek ne befolyásolják a felkészítést. A pedagógus társadalom bizonyos része időről időre sztrájkot alkalmaz, és tiltakozik a kormány által bevezetni kívánt státusz törvény ellen. Iszák Tibor a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, számos ponton jogosak a tanárok aggájai, az viszont nem elfogadható, hogy politikusok és diákok vezényelnek tüntetést az ügyjel kapcsolatban. Én maximálisan megértem azokat a kollégákat, akik e, sztrájkolnak, az elégedetlenséget is megértem a bérekkel kapcsolatosan, és igazatos adok nekik, viszont a módszerekkel nem értek egyet, sőt egyáltalán nem értek egyet a módszerekkel, mert e, e, ha én a szakmámmal kapcsolatban fejezem ki a nem tetszésemet, akkor én nem tűröm el, hogy bárki más Mondja el azt, ami nekem probléma, sem gyerek és sem politikus nem teheti meg azt, hogy az én gondjaimat ő meg akarja oldani. Nem. Én, én azt gondolom, hogy mi pedagógusok vagyunk olyan erősek, és lennünk, lennünk kell olyan erőseknek lenni, hogy oda tudjunk állni, és elmondjuk, hogy mi a, mi a bajunk. Iszák Tibor hangsúlyozta, a jogalkotók részéről van fogadó készség a pedagógusok által megfogalmazott javaslatokra. A törvénytervezet pedig már számos ponton változott az utóbbi hetek tárgyalásainak köszönhetően. Én nagyon bízok abban, hogy nagy százalékban az akaratainkat, illetve azt a szakmaiságot bele tudjuk tenni ebbe az olyan, olyan alakuló törvénybe, amely majd a jövő generációt, illetve a mi munkakörülményeinket fogja szabályozni. Természetesen azok, akik nem ismerik, azok gondolom egy durva olvasat után reagálnak így, ahogy most reagálnak. Én bízok abba, hogy, hogy ha meg fogják ismerni azokat a változásokat, amit például a Nemzeti Pedagóguskor nagyon sok mindenben sikerült, hogy kieszközünk és beépíteni olyat új jogszabályban, akkor a legvégén azt gondolom, hogy el fogjuk fogadni, és tudunk majd együtt dolgozni, természetesen a megfelelő bérek mellett. Nagyon sok olyan pozitív dolgot tudtunk betenni a törvénybe, amelyek nem voltak benne. A Nemzeti Pedagógus alelnöke hozzátette, a bérek emelésén túl az egyik legfontosabb kívánalma a pedagógus társadalomnak, hogy a törvény heti 22 megtartható tanórát maximalizáljon a tanárok számára, erről jelenleg is zajlanak a tárgyalások.